Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt itt a Példaképek című műsorban, amely a Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a Tolna táji televízió együttműködésével jött létre. Azok kedvéért, akik most kapcsolódtak volna be a műsorban, elmondanám, hogy célja ennek a műsornak, hogy olyan embereket mutassunk be, akik példaképé válhatnak, hiszen az ő munkásságuk akár szemléletformáló erővel is bírhatnak. Az előző években Lakatos Lajosé lehetett az érdem, hogy ezeket a nagyszerű embereket bemutassa. A mai naptól viszont az enyém, úgyhogy nem is húzom tovább a szót. Rögtön szeretnék bemutatni egy nagyon sokoldalú embert, aki Huszti Gábor, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának a vezetője. Köszöntelek, Gábor, jó. Köszöntelek én is, és köszöntöm a nézőket. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek a műsorban, és köszönöm a meghívást. Hosszú és talán rögös út vezetett eddig a célig, hogy elérted célodat, hiszen, mint említettem, te vagy a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának a vezetője. Kérlek, mesélj nekem a gyerekkorodról, hogyan, hol nőttél fel, illetve ez volt-e az álmod, hogy te rendőr legyél? 1975-ben születtem Szekszárdon, és Tolna megyében, azon belül is Kisvejkén és Lengyelen nőttem fel egy falusi családban igazából. Családi gazdaságban nevelkedtem, nagyon sok munka volt, iskolába is lengyelen jártam, sőt, még középiskolai tanulmányaimat is lengyelen az aponyi szakképzőben végeztem el. Ott érettségiztem, mint növénytermesztő, gépész. Majd ezt követően sorállományú katonaként bevonultam a honvédségbe, egy évet teljesítettem, akkor ez volt az idő, amit bent kellett tölteni, és ezt követően a 90-es évek közepén egy kicsit kerestem a helyemet, nem pontosan tudtam, hogy mi is az én irányom, az én pályám. Egy képzés keretében ácsállványozó szakmunkásként levizsgáztam, és dolgoztam is ezen a egyébként csodaszép területen, majd ezt követően még a Zománc gyár csarnokait is megjártam, ahol betanított munkásként dolgoztam. Szüleid mivel foglalkoztak? Édesanyám tanár, jelenleg már nyugdíjas. Édesapám rendőr volt, de édesanyám elvált édesapámtól, majd később újra házasodott, és Lengyelen egy sváb családban nevelkedtem. Egy tradicionális sváb családban nevelkedtem, és apukám pedig karbantartó volt, az ő eredeti szakmája is ácsállványozó egyébként, sőt a családban nagyapám, aki együtt élt velünk szintén, ő pedig asztalos volt, úgyhogy a kétkezi munka és az iparoskodás már akkor nagyon fontos lételememmé vált. Tehát akkor sohasem vonzott az, hogy te rendőr legyél, tehát nem akartál rendőri pályára lépni? Lehetne arra gondolni, hogy mivel édesapám rendőr volt, adott volt egyből, mint nagyon sok család esetében, ahol a nagyapa vagy az apa eleve rendőr volt, hogy a gyerek is majd az lesz. Nem vonzott engem valamiért a rendőri pálya, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy már-már kissé problémás fiatal gyerek voltam, de aztán mégis eljött az az idő, amikor én végül is a rendőri pályára kerültem. Erről majd egy kicsit később foglak kérdezni. Tudni szeretném, hogy egyáltalán milyen gyerek voltál te? Említetted, hogy problémás gyerek voltál, de miben rejlett a probléma? Problémás talán így, egyértelműen nem. Minden gyerekkel vannak gondok. Én azt szoktam mondani már bűnmegelőzési szakemberként, hogy igazán rossz gyerek nincsen. Minden gyerekben ott van a jóság. Az a fontos, hogy megtalálja-e azt, amiben ő érvényesülni tud, amiben ő jó tud lenni. Eleve a falusi gyerekek azért, én úgy gondolom, hogy kicsit talán zsiványabbak, szabadabbak, kimehetnek ugye játszani, akár a határba, majd amikor serdülőkké válnak, ez azért még mindig érezhető bennük, hogy jóval nagyobb a szabadságérzetük. Ez bennem is megvolt. Természetesen a gyerekkori trauma, amikor a szüleim elváltak, valószínűleg megmaradhatott bennem, és ez ugye a tinédzser korra is azért rávetíti egy picit az árnyékot. Hogy problémás voltam, igen, néhány rossz dolgot, mint ahogy a gyerekek általában megtettem, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy mindig törekedtem arra, hogy azért a hasznom legyen. Önálló döntés volt, hogy a Zománc gyárban fogsz dolgozni?
Akkoriban a lehetőségek így adottak, nem feltétlenül gondoltam azt, hogy én nekem a zománcgyár lesz majd a pályám csúcsa, és abba fogok kiteljesedni, viszont az se járta, hogy munkanélküliként engessem a napjaimat. Az Ács állványozói pályán nem tudtam sokáig maradni. Ez akkor nem egészen ugyanaz volt, mint most. Most nagyon sikeresek az iparosok, akkoriban azért még nem volt ekkora hiánya kétkezű munkásokból, és ez a lehetőség adódott, én pedig vállaltam, eleinte állandó éjszakásként jártam az zománcgyárba, majd később két műszakba. Egyébként ebből is nagyon sokat tudtam tanulni, hiszen nagyon sok munka, az a közösség, a beilleszkedés, ez mind-mind életre neveli az embert. Tehát tulajdonképpen akkor jöttél rá, hogy nincs életcélod? Talán ezt így nem is mondanám, hogy életcélom nincs, de azért 20 éves korában minden fiatalnál eljön az a pillanat, amikor kicsit ködössé válik az út, nem pontosan tudja azt, hogy helyes úton jár-e, jó-e, amit csinál, és az lesz-e belőle, aki, amely emberként majd később boldog ember lehet, és megvalósíthatja önmagát. Hát természetesen abban az időben, ez a 90-es évek közepe, illetve vége felé, ez nálam is így volt, és kellett egy kis segítség, hogy útra lejjek. És miért pont a rendőrség felé vezetett ez az út? Az édesanyám, illetve apukám javasolták nekem, hogy ez egy kiszámítható pálya, nagyon-nagyon sok kedvezmény jár hozzá. Igazából aki a rendőrség kötelékébe lépett, ő egy olyan helyen találta magát, ahol azért sok kérdésben az élete megoldott volt. Ez a mai nap is így van egyébként, én ezt így gondolom, hogy a rendőrség egy picit különleges világ, és aki egyszer belép, nagyon ritka, hogy ki fog onnan lépni. Tehát a szüleim javasolták nekem azt, hogy próbálkozzak ezzel. Eleinte ellenkeztem, ellenálltam, hiszen a habitusomhoz nem tudtam valahogy hozzáilleszteni a rendőrséget. Aztán megbarátkoztam a gondolattal, és úgy voltam vele, hogy tegyünk egy próbát. Felvételiztem, felvételi alapján felvettek a budapesti rendőr szakközépiskolába, és egyébként el kell, hogy mondjam, hogy már az elejétől fogva a közösség, maga az iskola szellemisége, és maga a rendőrség, mint szervezet is kezdett megtetszeni. 2018-ban pályáztad meg a bűnmegelőzési alosztályvezetői széket. Ez hogy történt ez a döntés egyáltalán, hogy te... Hát egy hosszabb út vezetett ide, ugye elvégeztem a rendőr szakközépiskolát, azt fontosnak tartom elmondani, hogy járőrként kezdtem, gyalogos járőrként, először a Bonyhádi rendőrkapitányság állományába, majd kalandvágyként nagyon gyorsan átkértem magam a BRFK-ra, a Budapesti Rendőrfőkapitányság 6.-7. kerületi rendőrkapitányságán voltam kezdetben, gyalogos járőr, posztos rendőr, követségen teljesítettem szolgálatot, aztán nagyon gyorsan átkerültem bűnügyi vonalra. Egyébként is a rendőrségi pályán már az elején is az volt az elképzelésem, ha már rendőrség, akkor azért a bűnügyi vonal érdekelne engem inkább. Romantikus alkat vagyok, kalandvágyú alkat vagyok, és a filmekből azért azt láttam, hogy a nyomozók, a bűnügyesek azok azért vagány menő srácok, és amit ők csinálnak, az azért közelebb állt hozzám. Persze, ez egy más elképzelés volt, mint ami a valóság, de azért mégiscsak ez a pálya vonzott jobban, és így bűnügyi vizsgáló lettem, adódott lehetőség, keresték az embereket, és bűnügyi vizsgáló lettem, kisebb súlyú ügyekkel, viszont nagyon nagy leterheltségben dolgoztam a kapitányság vizsgálati osztályán. Aztán... Mit jelent az, hogy bűnügyi vizsgáló? Vádelőkészítő. Ez azt jelenti, hogy a nyomozók, ha elfogják az elkövetőt, illetve egy ismert elkövetős ügyben összekészítik az ügyet olyan módon, hogy az ügyészségi és a bírósági szakaszba megfelelő legyen. Tehát, hogy lefolytathassák a büntető eljárást, bizonyítékokat gyűjtenek, kihallgatásokat hajtanak végre, és egyéb más eljárástörvény szerint meghatározott feladatokat. Miért nem maradtál Budapesten, mert úgy tudom, hogy ugye eljöttél? Személyes okból akkor egy lánnyal alakult úgy a kapcsolatom, hogy hazajöttem Tolna megyébe, és a szekszárdi rendőrkapitányságon lettem vizsgáló. Egyébként
az egyik nagyon fontos állomása szerintem a pályafutásomnak, hiszen a Szekszárdi Várközben, ugye a Szekszárdi rendőrkapitányságon a Várközben vizsgálónak lenni egyrészt szerintem egy érdem, másrészt pedig egy nagyon nagy kihívás. Úgy gondolom, hogy ott meg lehet tanulni a minőségi bűnügyi munkát. A kapcsolat nem teljesen jött össze, mert később már ugye másképpen alakult az élet, és ebben az időszakban egyébként megtaláltam a páromat is, akivel összeházasodtunk, és jelenleg is három gyerek szülei vagyunk. Szekszárdról átkerültem egyébként Bonyhádra, Bonyhádon nyomozó lettem. Ennek az volt az oka, hogy azért mindig is egy picit talán pesgőbb voltam annál, hogy én egy irodába, egy íróasztal mögött az aktákkal, kizárólag az aktákkal foglalkozzak. Szükségem volt arra, hogy egy kicsit pörgősebb munkám legyen, és így Bonyhádon lehetőséget kaptam. Nyomozóként dolgozhattam, lakásbetöréses vonalon voltam, tulajdonképpen mondhatom, hogy vonalvezető. Nagyon élveztem, nagyon-nagyon szerettem a munkámat. Volt még egy terület, amit szerettél. Igen, sajtószóvivő lettem ezt követően. Itt már azért sok évet eltöltöttem rendőri munkával, de mellette elvégeztem egyébként egy főiskolát, szociális munkás lett belőlem 2006-ban. Mindig bennem volt egy picit ez a civilebb szemlélet, akármennyire is jól éreztem magam a rendőrség kötelékeim belül, és akár hogy is ez az otthonom és a családommá vált, még egy picit mindig civil maradtam. Szociális munkás lettem, és nyomozóként eljött ez a pillanat, talán majd kitérünk arra is, hogy úgy éreztem, hogy egy picit talán a két világ között szeretnék mozogni, és ez a bűnmegelőzés világa volt, ami hozzám nagyon közel állt. Voltak ismerőseim, akik a megyei bűnmegelőzésen teljesítettek szolgálatot, és nagy élvezettel hallgattam azt, hogy milyen tevékenységet végeznek. Majd eljutottam oda, hogy felkerestem a megyei vezetést, és lehetőséget kértem tőlük, hogy hadd bizonyítsak a bűnmegelőzés területén. Röviden szólva, lehetőséget kaptam, de volt egy állomás, amit meg kellett járjak, hiszen a bűnmegelőzési alosztály állományában nem volt hely. Azt a lehetőséget kaptam, hogy vállaljak a kommunikációs vonalon tevékenységet, legyek sajtószóvivő, persze ezt meg kellett pályáznom, más pályázók mellett meg is nyertem ezt az állást, és az én kérésem az volt, hogy én meg is pályázom, és ha megnyerem, szeretnék emellett bűnmegelőzéssel mindenféleképpen foglalkozni. Az akkori bűnmegelőzési vezető ennek örült, és lehetőséget adott számomra, úgyhogy a sajtós feladataim mellett már bekerültem a bűnmegelőzési csapatba, és itt már azért elég jó szakmai rálátást kaptam, sőt, gyakorlatilag is részt tudtam venni a prevenciós munkában. És akkor 2018-ban megpályáztad ezt a pozíciót, meg is nyerted a vezetői széket, és milyen területeken dolgoztok? Mit jelent ez pontosan, hogy bűnmegelőzési alosztályvezető? Röviden a bűnmegelőzés elve az, hogy olyan tevékenységet kell kifejtsünk, aminek következtében kevesebb bűncselekményt fognak elkövetni, kevesebben válnak elkövetővé, kevesebben válnak áldozattá. Számos szakirány van, számos vonal van, ami ide tartozik. Mondok néhány példát, az áldozatvédelem. Azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik áldozattá válnak, segítünk az érdekeik érvényesítésébe, az eljárásban való részvételben. Aztán az ifjúságvédelem számomra egy nagyon-nagyon fontos terület, ezen belül is meglévő programokról is beszélhetünk. A DADA, az ellenszer program, amely a fiatalokat, az iskolásokat érinti. Egyrészt a normatív cselekedetekre nevelik rá az iskolásokat, másrészt pedig igyekeznek felvilágosító tevékenységet nyújtani, felvilágosítani őket arra, hogy mi az, mely veszélyek azok, amelyektől meg kell védjék magukat. Az IBT program is ide tartozik, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói program, ami egy nagyon-nagyon hasznos program, kollégák kimondottan az iskolákban teljesítenek szolgálatot, ott van nekik irodájuk, és közvetlen kapcsolatot tartanak a pedagógusokkal, a szülőkkel és a diákokkal, valamint egy új programunk tavaly óta az Ovi Zsaru is.
az online bűnmegelőzés korunk egyik nagyon nagy vonala, egy nagyon jelentős bűnmegelőzési irányzat, hiszen ugye az internet napjainkban nagyon jelentős szerepet tölt be az emberek életében. Drogprevenció, kábítószer, illetve egyéb szerfogyasztást megelőző programokat takar, vagyonvédelem, megelőző vagyonvédelem. Különböző eszközökkel próbáljuk meg a lakosságot nevelni, felvilágosítani, tájékoztatni, hogy ne váljanak vagyon elleni bűncselekmények áldozatává. Idősvédelem, ez azért egy komplex tevékenység, hiszen ebben van ugye ugyanúgy vagyonvédelmi rész is. Az idősekkel is foglalkozunk, hiszen ők halmozottan kockázati szempontból azért kiemeltek. Hozzátartozók közötti erőszak is hozzánk tartozik, ennek a megyei szakirányítása úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos és nagyon súlyos téma, amelyben próbálunk a rendőrség eszközeivel előrelépni. A kiskorúak eltűnései, ez is nálunk kerül szakirányításra, a városi rendőrkapitányságokon eltűnő kiskorúakkal kapcsolatos eljárásokat próbáljuk meg összefogni. Aztán pályázatokat és alternatív prevenciós módszereket is alkalmazunk. Az egyik nagy büszkeségünk a tavaly végrehajtott útjelző reflektorfényben az ifjúságvédelem program, amelyben az országban én úgy gondolom, hogy elsők között YouTube influencerekkel dolgoztunk, és egy nagy színpadi performance sorozatba bevontunk olyan ismert internetes személyiségeket, amelyeket a felnőttek talán annyira nem is ismertek, de a gyerekek körébe igazi rockstárok voltak. Én úgy gondolom, hogy ez egy sikeres program volt. Dél-Dunántúlon 15 városban adtuk elő ezt a programelemet. Sikeres volt, egyébként egy MBT pályázat támogatásában valósult meg, valamint a Tolna megyei bűnmegelőzési tanács koordinációja és összefogása is hozzánk tartozik. Ez már ugye egy olyan feladatunk, amelynek a lényege az, hogy a megyei bűnmegelőzési gondolkodást a bűnmegelőzés szereplői között igyekszünk összefogni. Ennek a sikerének talán a legjobb mutatója az, hogy kezdetben a megyeházán, illetve a megyei önkormányzatnál egy kisebb előadóban tartottuk, de mára már tulajdonképpen egy konferencia sorozattá nőtte ki magát a Tolna megyei bűnmegelőzési tanács ülései. És talán itt végül, de nem utolsó sorban a területi kapcsolattartó munkacsoportról is említést tennék, hiszen ebben is a bűnmegelőzésnek jelentős feladatai vannak. A kinevezésed napjától vagy szoros együttműködésben Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzattal. Ezelőtt a tevékenységed előtt volt-e bármilyen kapcsolatod a cigánysággal? Természetesen volt, hiszen, mint mondtam, kisvejként és lengyelen nőttem föl, már kiskoromban is kapcsolatban voltam a roma lakossága, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a romákkal. És későbbiekben, mikor szociális munkás lettem, azért egy picit talán közelebb is kerültem a roma emberekhez. Rendőri pályám mellett másodállásban részt vettem egy pályázati projektben szociális munkásként, szociális mentorként. A program lényege az volt, hogy egy alapítvány munkatársaként szegregált településeken élő roma személyeknek segítettünk integrálódni a munkaerőpiacra. Tehát tulajdonképpen ahhoz próbáltuk őket hozzásegíteni, hogy munkájuk legyen, el tudjanak helyezkedni, és saját magukat, illetve a családjukat fenntartsák. Itt a munkám során megismerhettem a roma emberek életét, a kultúráját, a szokásaikat, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszik az, ahogy a roma lakosság él, a kultúra, a zene, a gasztronómia, és egyébként az ember szeretetük és a befogadó habitusuk is nagyon közel áll hozzám. Mi az együttműködés célja? Egy ORFK utasítás határozza meg azt, hogy a rendőrségnek a roma nemzetiségi önkormányzatokkal együtt kell működnie. Az a cél, hogy a rendőrség és a roma lakosság között konfliktus és előítéletmentes viszony legyen.
Ennek útja a bűn megelőzésen és az ismeretterjesztő kommunikáción keresztül vezet. Tulajdonképpen, ha egyszerűbben szeretnék fogalmazni, békésen élni egymás mellett. Kiváló partnerség és kapcsolat van egyébként a Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a roma önkormányzatok között, mondhatom ezt a területi szintre is, és a helyi szintre is. Napi a kapcsolatunk, bármilyen problémával kereshetnek minket a roma kisebbségi vezetők, igyekszünk segíteni nekik. Említettél egy munkacsoportot, méghozzá Tolna megyei területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoport. Ezen belül milyen tevékenységet végeztek, illetve hogyan segítitek a cigányságot a munkátokkal? A munkacsoport működését szintén az említett ORFK utasítás teszi kötelezővé a rendőrség számára, meghatározza a működését, a rendőrségen belül a bevont szakembereknek a számát, azt, hogy pontosan milyen területről hány ember kell részt vegyen. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb része az, hogy a megyei rendőrfőkapitányságon kijelölt összekötő tart kapcsolatot a roma kisebbségi önkormányzati vezetőkkel, illetve közvetlenül akár a roma lakossággal. Ezen túl felépített koncepció alapján hajtunk végre különböző programelemeket, különböző tevékenységet. Ide tartozik például az, hogy évente tudományos konferenciát szervezünk, ide sokszor roma szakembereket is meghívunk, akik a roma lakosságról, ezzel kapcsolatos problémákról, nehézségekről, vagy esetenként sikerekről és jó gyakorlatokról tudnak beszámolni. Érzékenyítő tréningeket is tartunk a városi rendőrkapitányságokon a rendőreink számára. Ezeken az érzékenyítő tréningeken próbáljuk közelebb hozni a roma kultúrához, a romák, roma emberek életéhez a kollégáinkat. Sokat tud segíteni abba, hogy bizonyos helyzetekben könnyebben megérthessék azt, hogy egy roma ember éppen miért viselkedik úgy, mit szeretne, és hogy szeretne, és az, hogy ő hangosan beszél, az nem feltétlenül jelenti az agresszivitást, hanem ez azért a roma kultúrához egy picit hozzátartozik, hogy hevesebbek, hangosabbak, és egy picit talán így intenzívebbek. Útravalóként. Milyen tanácsán szolgálnál a tévénézőknek? Útravalóként talán azt mondanám, hogy úgy lehetünk sikeresek az életünkben, hogyha tiszteljük a tradíciókat, hiszen a hagyományaink jelentik a legfontosabb pilléreinket az életben, de emellett nem szabad elfelejteni, kellően nyitottnak lenni az új felé, hiszen így a rohamosan változó világban mi is megfelelően tudunk fejlődni. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bízom benne, hogy a kitartó és sikeres munkád továbbra is eredményes lesz. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan egy újabb példaképet fogunk bemutatni.